Mivel rengeteg félreértés és probléma merül fel Saul, azaz Pál írásaival kapcsolatban, amire figyelmeztet is minket egyébként a Brit Hadesha, az új szövetség, hogy Saul írásait félre fogják értelmezni és nehéz megérteni. Ezért úgy gondoltam, hogy érdemes végmenni egyesével a levelein és azok fejezetein, Úgyhogy ezt el fogjuk kezdeni a rómaiakhoz írt levelével, és ez a sorozat erről fog szólni. Remélem, hogy mindenki hasznosnak találja majd, és halleluja! Nézzük meg akkor a rómaiakhoz negyedik fejezetet, amely itt kezdődik. Elsőves, mit mondunk tehát, hogy Ábrahám a mi Atyánk nyert volna test szerint? Ugye az alapkérdés és az egész vers, illetve fejezet arról fog szólni, hogy Ábrahám a hit által igazolt, és nem pedig a cselekedetei által. Azonban meg fogjuk érteni a végére, hogy a cselekedetek elengedhetetlenek ahhoz, hogy az ember igazuljon a végén, hiszen a hit cselekedetekben nyilvánul meg, ahogy Ábrahám esetében is hit és ezt cselekedetek követték. Második vers, mert ha Ábrahám cselekedetekből igazult meg, van mivel dicsekedjék, de nem Elohim elő. Hiszen Ábrahám nem a cselekedeteiből igazult meg, hanem a hitéből igazult meg. Ugye harmadik vers így szó, mert mit mond az írás? Hit pedig Ábrahám Elohimnek és tulajdonítaték az őnéki igazságú. Hiszen az igazság, a megigazulás az a hite miatt euh, tulajdonítatott Ábrahámnak, nem pedig azért, amiket cselekedett, hiszen hit Elohimnek, hogy fiút fog neki adni annak ellenére, hogy száz éves hit neki, hogy valahogyan, valahogyan az ő magja túl fog élni azt, hogy Izsákot fel kell áldoznia, és hajlandó lett volna mindenre. És euh, ez volt az a hit, ami ő neki igazságul tulajdonítatott. Nézzük meg, hogy akkor hol is mondja ezt az írás, Amiről Saul itt beszél, nem más, mint egy Mózes peresít, 15-ös fejezet, első vers így szó. E dolgok után lőni beszéd Ábrámhoz, látomásban mondván, ne félj Ábrám, én pajzsod vagyok tenéket, a te jutalmad felette igen bőséges. Ugye ez a jutalom a hite miatt azért, mert követi mindenhová hová és azt csinálja, ami az ő utasítása. És mond Ábrám, Jahva Elohim mit adnál én nékem, holott én magzatok nélkül járok, és az, akire az én házam száll a Damaszkusz béli Eliézer, hogy Ábrahámnak, Ábrámnak ekkor még nem volt utóda. És mond Ábrám, ímé én nékem nem adtál magot, és ímé az én házam szolgaszülöttje lesz az én örököse, és ugye emiatt Eliézer az ő szolgája lett volna az ő örököse. És ímé a, jahova ő hozzá mondván. Nem ez lesz a te örökösöd, hanem aki a te ágyékodból származik, az lesz a te örökösöd. Ez az ígéret, amiről már számtalanszor volt szó, és hogy a huan népe sorozat erről szól tulajdonképpen erről az ígéretről, hogy hogyan teljesedik ez be a történelem illetve az írás során. Ötös vers. És kivivé őt és mondta, tekints fel az égre, és számlád meg a csillagokat, ha azokat megszámlálhatod, és mondanék ilyen, így lészen a te magod. Ez az ígéret Ábrámnak ugye, hogy az ő ágyékával a saját gyermeke lesz az örököse, és annyi lesz az utód, mint égen a csillag, és hit Jahuának, és tulajdonítaték az ő neki igazságot. Természetesen ezután ugye áldozatot hozott Jahuának, és továbbra is követte az utasításait egészen a halála napjáig. Tehát nem arról volt szó, hogy ő hitt, és onnantól kezdve hátradőlt a székbe, és disznó pörköltet evett minden nap, hanem, hanem igenis csinálta azt, amit jahu, a Huá parancsolt, azonban elő volt a hite, hiszen amúgy nem csinálta volna, hogyha nem lett volna hite elő, pontosan erről szeretné meggyőzni az embereket Saul is, hogy a hit hamarabb jön, és a hit az, ami által üdvösséget nyer az ember. Azonban a cselekedetek követik azt, hiszen az igazi hit a cselekedetekben fog megnyilvánulni Négyes vers Annak pedig aki munkálkodik, a jutalom nem tulajdonítatik kegyelemből, hanem tartozás szerint. Ellenben annak, aki nem munkálkodik, hanem hisz abban, aki, aki az igaztalant megigazítja, az ő hite tulajdonítatik igazságot. Ismét csak visszautalok arra, amiről szó volt korábban, ugye a jahudim, a zsidók, a Júda törzse, a déli királyság, aki még ekkor Jeruzsálemben volt, aki a törvényhozó volt, az a csoport, ők a saját tetteik által akartak eljutni a teremtőhöz. Azonban így lehetetlen volt eljutni, hiszen egy egyrészt nem követték tökéletesen a törvényeket, és a sajátjaikat is hozzákeverték, és a hagyományaikat, másrészt, ha nincs benne a hit, akkor az csak egy munkálkodás, akkor nincs az egésznek értelme, akkor nem úgy történik, ahogyan azt ő elvárja, ahogy a ja, hua elvárja, hogy az ember tiszta szívéből, lelkéből és teljes erejéből csinálja azt. Ez pedig nem valamiféle új, Találmány, hogy az ember te tiszta szívéből szeresen, hanem 5 Mózes Teberim 6-os fejezetben már erről van szó, ugye, ez előtti fejezetben az úgynevezett 10 parancsolatot adta Izrael népének, ebben pedig leírja azt, amiről most szó volt, és... Így szó, ezek pedig a parancsolatok, a rendelések és a végzések, amelyek felől parancsolta Jahua a ti hatalmasságotok, hogy megtanítsam azokat néktek, ez ugye Mósa, Mózes, hogy azok szerint cselekedjetek azon a földön, amelyre átmenőben vagytok, hogy bírjátok azt, ez ugye arról szól, hogy a, úgy éljenek a parancsolatok szerint. Nézzük meg az ötös verset, hogy szeressed azért Jahuát, a te hatalmasságodat, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből. És az ígék, amelyeket e mai napon parancsolok néked, legyenek a te szívedben. Ez az, ami hiányzik, amikor az ember a munkássága által szeretne üdvözölni. Ez volt itt a probléma, mint ahogy az összes többi esetben is, majdnem mindig. Hogy azok, akik csinálták a törvényeket, mechanikusan próbálták csinálni, és nem hitből, ezért nem, nem tudtak volna eljutni a teremtőhöz. Azonban aki, aki nem a munkássága révén szeretne eljutni oda, hanem hisz abban, hogy Elohim megigazítja a gonoszt, és megjavítja, az a hit tulajdonítatik neki igazságú, hiszen előbb hisz az ember, ahogyan Ábrahám is előbb hitt, majd azután Elohim megigazítja őt, így ez fog majd neki igazságú tulajdonítatni. Nem az, hogy úgy él, ahogy akar és mondogatja, hanem az, hogy előbb hisz, abban, aki megigazítja majd őt, és így igazá válik majd ez a folyamat de nézzük meg, hogy ki is az, aki ugye igaztalan vagy istentelen itt, akiről Saul beszél. A kebelből kivett ajándékot az igaztalan vagy istentelen elveszi a törvény utának elfordítására. Az, aki nem a törvény szerint él, az az igaztalan. És hogy mi az, ahogyan a teremtő megigazítja ezt az embert, az pedig példabeszélek Misli 19, és így szól szűnjél meg, fiam, hallgatni az olyan tanítást, ugye ez hozzáadott ez a rész, amely téged arra visz, hogy a bölcsességnek igétől eltévedj. A semmire való bizonyság csúfolja a törvényt, az igaztalanok istentenek szája elnyeli a gonoszságot. Ugye ezek az emberek állandóan erről beszélnek, és ez az életük, ezek az igaztalanok a csúfolóknak készítettek a büntetések és az ütések a bolondok hátára. Ez az, ahogyan megigazítja, és utána, amikor az ember rájön arra, hogy miért is történnek vele a dolgok, utána pedig természetesen a ruák hakodás, a szent lélek az, ami megigazítja az embert, miután megjön a hite, és az vezeti el annak útján, ahogyan tanulmányozza az írást, és megtanulja a dolgot, és az életébe be, beépíti azokat, így igazítja meg az igaztalant teremtő. Igazság természetesen, jahua törvényei, ez kiderül nagyszerűen, Zsoltárok Tehelém 119-es fejezet 30-as vers, így szó, az igazság útját választottam, tehát az igazság útjáról lesz szó, a te ítéleteid forognak előttem. Az ő ítéleteid természetesen, az ő rendelkezéseide nézzük meg, ragaszkodom a te bizonyságaidhoz. Ítélet, bizonyság. Jahua, ne hagyd megszégyenülni, a te parancsolataidnak útján járok, ha megvigasztalod az én szívemet. Taníts meg, Jahua, a te rendeléseidnek útjára, hogy megőrizzem azt mindvégig oktass, hogy megőrizzem a te törvényedet, és megtartsam azt teljes szívemből. Vezérelj a te parancsolataidnak útján, mert gyönyörködöm abban hajtsd szívemet a te bizonyságaithoz, és ne a telhetetlenségre. Úgyhogy amennyiben ez az igazság útja, akkor látjuk, hogy az ítéletei, a bizonyságai, a parancsolatai, a rendelései, a törvényei, az mind-mind hozzátartozik az igazság útjához. Ezért tud Saul Pál úgy beszélni, hogy közben ezeket a szavakat használja, hiszen azok, akikhez beszél, pontosan tudják, hogy ennek mi a jelentése. Nem csak azért, mert számukra nem létezik ó testamentum, ők nem gondolják azt, hogy a teremtő szava az egyszer csak elavul, hanem azért is, mert ők olvassák ezt, és tanulmányozzák nap, mint nap. Hatosves, amint Dávid, Daud is boldognak mondja azt az embert, akinek Elohim igazságot tulajdonít cselekedetek nélkül. Nézzük meg, hogy hol is mondja ezt Daud. Ez pedig Zsoltárok tehelim 32-es fejezet, és ez Dávid tanítása: boldog az, akinek hamissága megbocsátatott, védke elfedeztetett, ugye az, akinek megbocsát, Jahúa. Boldog ember az, akinek Jehu a bűnt nem tulajdonít, és lelkében családság nincsen. Az, akinek megbocsát, illetve aki úgy él, ahogyan az igazság útja azt leírja. Hiszen amennyiben az igazság útján jár az ember, akkor szereti nem csak a felebarátját, hanem a teremtőt is. A szabályok, a törvények, az instrukciók maga a tora arra való, hogy az embert megtanítsa arra, hogy hogyan kell szeretetben élni. Nem abban a szeretben, ami szerintünk az, hanem ami a mindenség teremtője szerint az. Tehát, akinek megbocsát és magához hívja, az boldog ember. Természetesen hinnie kell abban, aki megigazítja majd őt. Hanem hisz abban, aki az igaztalat megigazítja. Az igazszalat megigazítója az nem más, mint a teremtő, Jakhua. El kell hinnünk, hogy ő létezik, hogy ő így működik, hogy ő igazságos, és az után fog ő majd megigazítani minket a hitünk miatt. És utána természetesen cselekedetek követik, erről ír Dávid is. Hetes verszak. Boldogok, akiknek megbocsáttattak az ő hamisságaik, és akiknek elfedeztettek, az ő bűneik, ez ugye idézet. Az iménti zsoltárból boldog ember az, akinek Jahú a bűnt nem tulajdonít. Szintén ez az az idézet, ugye, amit az előbb olvastunk. 9-es vers így szól: Ez a boldogság tehát a Jahudibnak, a zsidónak vagy a pogánynak is tulajdonítatiké. Mert azt mondjuk, hogy Ábrahámnak a hit tulajdonítaték igazságot ugye megismétli az alap felvetést, és az pedig az, hogy az ember hit által üdvözül. A kérdése pedig az, hogy ez csak azokra vonatkozik, akik még ebben az időszakban, mikor ő ott volt, részei voltak a szövetségnek, ugye a szövetség Jákob leszármazottaival, Jákob házával köttetett, azonban ez két házra szakadt, déli és északi királyság, a déli királyság, az úgymond zsidó, a jahudim, a júda törzse. Még ekkor Jeruzsálemben volt, azonban Izrael háza, az északi királyság 12 törzse már nem volt ott. Ezért kérdezi, hogy csak annak, aki még a szövetségbe való, vagy az összes többinek is. És erre azt a példát hozza, hogy ha Ábrahám hit, és az tulajdonítatott neki igazságul, akkor vajon ez csak a zsidóra vonatkozik, vagy bárki más részese lehet ennek? Elsősorban természetesen az északi királyság, hiszen róluk szólt a, mind a megváltó, mind az összes többi apostol munkája. Neki kellett elsősorban megtudni először, hogy visszatérhetnek, amennyiben az igazság útját választják. Az igazság útja pedig az ítélet, a bizonság, a parancsolat, a rendelés, a törvény ez az igazság útja, aki azon jár, az mind részese lehet majd ennek a szövetségnek. Ez az evangélium, ez a jó hír. Nem az, hogy szabad rablás van, és mindent lehet csinálni, és úgy lehet élni, mint a pogányok, és ennek ellenére mindenki, aki mondogat dolgokat, az majd üdvözül. Ha már Ábrahámnál tartunk, nézzünk meg, hogy mit mond második krónika 20-as fejezet Ábrahámról. Hetes vers így szól. Ó Elohim, nem te üzéd é ki e földnek lakóit, a te néped Izrael vagy Israel előtt. És nem te adád é azt Ábrahámnak, a te barátod magvának mindörökké. Ábrahám Elohim barátja volt azért, mert hit Elohimban, és hajlandó volt a hite után a cselekedeteivel megmutatni azt, hogy ő bízik benne, ő hisz és ő hajlandó követni az ő útját, ami az igazság útja. Ahogyan Jakab említi azt a második versben, 22-es fejezet, látod, hogy a hit együtt munkálkodott az ő cselekedeteivel, és a cselekedetekből lett teljesi a hit hiszen a hitből üdvözül az ember, úgy igazul meg, azonban utána a cselekedetei azok, amik megmutatják azt, hogy neki valóban van hite. Aki nem követi az igazság útját, és nem úgy él, annak nem igazi a hite. Erről beszél mindenki az egész írásán. Ez az, amit el szeretett volna érni a teremtő, hogy az ember higgyen, és ezt utána a ő parancsolatai az ember szívében legyenek, úgy éljen, Ez és azután a cselekedetei mutatják meg ezt. 23-as, és beteljesedett az írás, mely ezt mondja, hit pedig Ábrahám Elohimnek, és tulajdonítatott néki igazságú, és Elohim barátjának neveztetett. Ugyanúgy, ahogy másik krónika 20-asban azt írja, hogy a barátja, Ugyanazt arról ír Jakab is. Látjátok tehát, hogy cselekedetekből igazul meg az ember, és nem csupán hitből. Jakab második fejez. Ha itt Ábrahám annak a példája, hogy az ember cselekedetekből igazul meg, nem csupán hitből, hiszen hisz, aztán mondjuk hajlandó feláldozni a fiát, hisz, cselekszik, ugyanerre utal is Saul is, hogy hitből igazul meg, azonban utána cselekedetek követik azt, mint hogy meg fogjuk látni a következő verszakban. Ez a kérdés a tízesben. Miképpen tulajdonítaték tehát? Tehát hogyan tulajdonítatik a hit igazságul az ember? Körülmetélt vagy körülmetéletlen állapotában? Vajon a fizikai vagy pedig a spirituális állapota fontosabb? Nem körülmetélt, hanem körülmetéletlen állapotában, hiszen Ábrahám még nem volt körülmetélve, mikor már hitt, mikor már követte Jahu utasításai. Tehát hisz, és a hite együtt munkálkodik a cselekedeteivel, és a cselekedetei segítségével beteljesedik a hite. Hiszen előbb hitt Ábrahám, és utána valóban körülmetélkedett, nem pedig azt mondta, hogy a jó, körülmetélkednék én, ha, úgy, ha nagyon úgy van. De mégse. 11-es versben folytatódik ugyanez a gondolatmenet, és a körülmetélkedés jegyét körülmetéletlenségében tanúsított hite igazságának pecsétjéül nyerte. Tehát az, hogy megkötötte vele a szövetséget, hiszen a körülmetélkedés az egy jegy, az egy jel, a teremtő és az ő népe között. Ezért hívja jegynek. A lényeg azonban az, hogy még nem volt körülmetélkedve, mikor már hit, és ez később cselekedetekben nyilvánult meg úgy, hogy körülmetélte magát, és ez lett a pecsétje annak, hogy ő hit. A cselekedete lett a hit pecsétje. Hogy atya legyen mindazoknak, akik körülmetéletlen létökre hisznek, hogy azoknak is tulajdonítassék igazság. Mindenki, aki vagy fizikálisan a nép Izrael, vagy pedig nem, hiszen a körülmetéletlen erre uta, az mind igazolhat függetlenül attól, hogy fizikálisan hogy áll, a lényeg az, hogy higgyen, hisz aki hisz, az később majd a cselekedetei alapján bebizonyítja azt, és ugyanúgy megkapja a körülmetélkedés jegyét az igazságának pecsétjét. Egy Mózes Beresét 17, ez a jelenet, amiről szó van a rómaiakhoz írt levél negyedik fejezetében, és megkötöm az én szövetségemet én közöttem, és te közötted is felette, igen, megsokasítlak téged. Ez volt a, az ígéret, hogy megsokasítja őt, hogy atya lesz majd egy ö, nagy számú népnek, hogy megsokasítja ő. Ez az egyik. Négyes, ami engem illet, imhol az én szövetségem teveled, hogy népek sokaságának atyává leszesz. Hiszen ő lesz majd az atya mindazoknak, akik körülmetéletlen létökre hisznek, és aztán a cselekedeteikkel ezt bebizonyítják, és természetesen a körülmetélésnek is, akik a fizikális nép. Ezért írja azt, hogy népek sokaságának atyává lesz ez. Ötös vers, ugyanitt 1 Mózes 17, és ne neveztessék ezután a te neved Ábrámnak, hanem legyen a te neved Ábrahám, mert népek sokaságának atyává teszlek. Ugyanúgy, hogy atya lesz mindazoknak, akik a fizikális nép, illetve azok, akik hisznek és csatlakozni akarnak a néphez. És felette igen megsokosítlak Téged, és népekké tesznek, és királyok is származnak tőled. Mi is ez a szövetség, amit ígérnek itt. Annak felette mondta Elohim 9-es vers Ábrahámnak. Te pedig az én szövetségemet megőrizzed, te és a te magod te utánod az ő nemzedékei szerint. Tehát ez egy szövetség, amit köt az, hogy atya lesz majd mindezeknek a népeknek és egy nagy sokaságnak. Ez pedig az én szövetségem, melyet meg kell tartanatok én közöttem és ti közöttetek, és a te utánad való magod között minden férfi körülmetéltesség nálatok. Ez az a jel, amiről itt beszél Saul, a körülmetékerés jegye, az igazság pecsétje, hogy hisz, és a cselekedetei révén, utána ez a hit megnyilvánul. Azonban az igazság, a megigazulás a hit által először megtörtént. és ezt követi majd az ő cselekedetei. Gyönyörűen elmagyarázza tovább a 12-esben. A szögletes zárójel mindenhol hozzáadott, és nincs benne az eredeti szövegben. És hogy atya legyen a körülmetélteknek is, a fizikális népnek, azoknak, akik nem csak körülmetélkednek, tehát az, ha valaki körül van metélve, nem elegendő. Erről beszél? Ez volt a probléma az akkori jahudimmal, a zsidókkal, hogy ők azt gondolták, hogy aki fizikálisan körül van metélve, az már onnantól kezdve rendben van, ugyanúgy, ahogy a keresztények azt gondolják, hogy aki mondogatja, az rendben van. Ez ugyanaz a probléma, csak más irányból értették félre. Tehát a is nem igaz, nem elég, hanem követik is a mi atyánknak, Ábrahámnak körülmetéletlenségében tanúsított hitének nyomdokait. A nyomdokait nem lehet követni másként, csak cselekedetekkel úgy, hogy az ember azon az úton jár. Követik a nyomát, az ő nyomdokait, hiszen ő az igazság útján járt, az ő ítéleteit, bizonyságait, parancsolatait, rendeléseit, törvényeit betartotta teljes szívéből. Erről beszél itt Saul. Nem arról, hogy nem kell körülmetélkedni, hanem az, hogy nem nem az számít, hogy az ember körül van metélkedve, hiszen a hite az, ami megigazítja az embert. Hogyha hisz az ember és jár ezen az úton, akkor úgyis meg fogja kapni az igazság pecsétjét, hiszen kitalálja, mert ki kikutatja, hogy az szükséges az örök szövetséghez, és ezért körül fog metélkedni. A, a kérdés itt nem a körülmetélkedés, a kérdés itt a hit és a cselekedetek. És az, hogy a Jakudim, az akkori zsidók azt gondolták, hogy a cselekedet elégséges, azonban ez egyértelműen nem elég. És ha visszamegyünk egy Mózes Beresi 17-hez, és megnézzük tovább, hogy ugye azt mondja, hogy ez az én szövetségem, ez az a körülmetélkedés, 11-es vers, és metéjétek körül a ti férfi testetek bőrének elejét, és az lesz én közöttem és ti közöttetek való szövetségnek jele. Ez a szövetség jele, ugyanúgy, ahogy Saul itt mondja. A, nem csak azok, akik körülmetélkednek, hanem akiknek a hite megvan. Ez a kettő. Erről szól Saul rómaiakhoz írt levele. 13-as vers, 1 mózes, 17. Körülmetéltetvén, körülmetéltessék a házadban született és a pénzeden vett. Nem csak az, aki vér szerint Izrael, hanem az is, aki hozzájuk akar csatlakozni. És hogy miért? Azért, hogy egy örökkévaló szövetségű lesz az én szövetségem, a ti testeteken. Az ember testén van ez a szövetség. A hite az ember testén megnyilvánul. Ez az, amiről Saul beszél. Hogy nem a körülmetékedés önmagában nem elég. Az ember hisz, hiszen a jövevény, aki pénzent, aki csatlakozik, az nincs körülmetélve. Azonban, ha részese akar lenni a szövetségnek, az örökké való szövetségnek, akkor körül lesz metéve, hiszen hisz, és elhiszi azt, hogy ez egy fontos dolog a teremtő számára, és megérti azt, hogy miért az, és ezért megcsinálja. A hite cselekedetekben fog megnyilvánulni. Nézzük meg a 17-es, egymózes 17-17-ben, hogy hogyan reagál Ábrahám erre. Ekkor arcára borul Ábrahám, és nevete is gondoláző szívében. Vajon száz esztendős embernek lesz gyermeke, gyermeke, avagy sára 90 esztendős lévén szülhet-e még? Ugye ezután nem hitte el, hiszen mind a ketten már nagyon öregek voltak, és úgy, hogy ugye sára már nem is volt képes fizikálisan gyermeket szülni. Ennek ellenére, ennek ellenére, nézzük meg, hogy mi történik. 19. Elohim pedig mondta, kétségkívül nélkül a te feleséged sára szülnéket fiat, tehát lesz fia, és nevezed annak nevét Izsáknak, és megerősítem az én szövetségemet ővele, való szövetségül az ő magvának, ő utána. Megerősíti ezt, hogy szövetséget fog kötni és sára, igenis szülni fog. És nem Ismael lesz ez, aki már megvolt neki, hanem az, aki a feleségétől születik majd. Tehát annak ellenére, hogy száz évesek sára már nem képes gyermeket szülni, Ábrahám pedig nevetett, és azt gondolja, hogy ez hogyan lehetséges, mi az, amit csinál? 22-es vers, és elvégezi vele való beszédét, és felméne az Elohim, Elohim Ábrahámtól. 23. vevi Ábrahám Ismáet az ő fiát, és háza minden szülöttét, és mind a pénzen vetteket, minden férfiat Ábrahám háza népe közül, és körülmetéli férfi testüknek bőrét ugyanazon a napon, amikor szólott vala Elohim. Ábrahám pedig 99 eszendős valamikor körülmetéli az ő férfi testének bőrét, Ismael 13 éves volt. Ugyanazon a napon metéltet körül Ábrahám és Ismál az ő fia és házának minden férfi tagja háza szülöttei, és akik idegen embertől pénzen vásároltatak vele együtt körülmetéltek. Mindenkit körülmet ért, ugyanazon a napon, annak ellenére, hogy nevetett, és azt gondolta, hogy ez lehetetlen. Hit! És így ez a hit tulajdonítatott neki igazságot, és így kapta meg az igazságnak azt a pecsétjét ami a körülmetélés, Hiszen annak ellenére, hogy lehetetlennek tartotta, hit benne, és megtette azt, amit Elohim követelt és parancsolt, hogy ré, ami a szövetsége volt, annak ellenére, hogy lehetetlen volt. Hiszen mi is a hit zsidókhoz április 11-es fejezet elsőves, a hit pedig reménylet dolgok valósága, és a nem látott dolgokról való meggyőződés hatos hit nélkül pedig lehetetlen Elohimnek tetszeni, mert aki Elohim elé járul, hinnie kell, hogy ő Elohim létezik, és megjutalmazza azokat, akik őt keresik. Pontosan ez az, amiről itt ír Saul szintén. Ábrahám hit, cselekedett, reménykedett, meggyőződött arról, hogy meg, hogy meg fogja segíteni majd a teremtő, is betartja azt, amit ígért, és hogy megjutalmazza őt azért, mert engedelmes van. 13. Mert nem a törvény által adatott az ígéret Ábrahámnak, vagy az ő magvának, hogy e világnak örököse lesz, ugye, amiről olvastunk most, hanem a hitnek igazsága által. Nem arról volt szó, hogy törvényeket adott Jahua, hanem arról volt, hogy Ábrahám hitt és hajlandó volt úgy élni, ahogyan aztán, aztán a teremtő neki az parancsolt. A hit hamarabb jött. Nem a cselekedet az, ami állta igazol az ember, hanem a hit által azonban a cselekedet ezzel kéz a kézbe jár. 14. Mert ha azok örökösök, akik törvényből valók, hiába valóvá lett a hit és haszontalanná az ígéret, mert a törvény haragot nemz, ahol pedig nincsen törvény, ott törvény ellen való cselekedet sincsen. Nézzük meg a 14-est. Ha azok az örökösök, akik a törvényből valók, ugye azok, akik csak csinálják a törvényt, mert muszáj, akkor nincs értelme az embernek hinni. Akkor bárki, lehet az, 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 bárki lehetne a szövetség tagja. A lényege az egésznek az, hogy hinnie kell az embernek azt, hogy ő létezik és megjutalmazza azokat, akik őt keresik. Ez a lényeg. A teremtő számára a hit mindig is fontosabb volt, mint az emberek cselekedete, hiszen tudja, hogy aki hisz, aztán úgy fog élni. Azonban, aki csak megpróbálja csinálni azokat a parancsolatokat, annak nincs értelme, hiszen az nem robotokat akar, droidokat, hanem olyan embereket, akik keresik őt, és valóban az ő útján szeretnének járni. Mert a törvény haragot nem, ugye, aki nem tartja be a törvényt, az haragot von magára. Erről beszél itt, ahol pedig nincsen törvény, ott törvény ellen való cselekedet sincs, ahol nincs törvény, ott nincs bűn, ott teljesen mindegy, hogy az ember mit csinál. 16. Azért hitből, hogy kegyelemből legyen, hogy erős legyen az ígéret az egész magnak, nem csak a törvényből valónak, hanem az Ábrahám hitéből valónak is, aki minnyájunknak atyánk. Azért hitből, hogy kegyelemből legyen. Ugye arról van szó, hogy hogy nem ki érdemli az ember ezt, hanem egyszerűen hisz és ez egy ajándék a teremtőtől, hiszen mindannyian védkestek, védkesek ugye ez az előző fejezetből kiderült, hogy mindannyian védkeztek, egyetlen egy sincs aki jó közöttük. Ezért kegyelem. Nem mondhatja senki az, hogy valaki csinál, valaki olyan nagyszerűen élt, hogy ő, neki automatikus helye volt ebben. Ezért ez egy ajándék a teremtőt. Hogy erős legyen az ígéret az egész magnak, hogy mindenki elérhesse ezt, nem csak azok, akik a törvényből való, a törvényből való természetesen a fizikális nép, hanem Ábrahám hitéből valónak is, aki minnyájunknak adják, hanem azoknak is, akik nem a néphez tartoznak, hanem a hit által csatlakoznak hozzájuk, hiszen erről volt szó az előbb, hogy Ábrahám mindenkinek az atya lesz, aki hit által él. 17. Amint megvan írva, ugye folytatja a gondolatmenetet, hogy sok nép atyává tettelek téged. Erről már beszéltünk rengeteget. Az előtt, az Elohim előtt, akiben hit, ugye ez a gondolatmenet, hanem Ábrahám hitéből valónak is, aki mindnyájunknak atyánk az előtt, az Elohim előtt, akikben hit, ugye ő az atya mindannyiunknak, hiszen ő hit, aki a holtakat megeleveníti, és azokat, amelyek nincsenek, előszólítja, mint meglevőket. Aki a holtakat megeleveníti, hogyan eleveníti meg, természetesen az ő parancsoltaival, az igen az, ami megeleveníti az embert. Nézzük ezt meg. János Jehukanon 5. fejezet 20. vers, mert az atya szereti a fiút, és mindent megmutat néki, amiket ő maga cselekszik, és ezeknél nagyobb dolgokat is mutat majd néki, hogy ti csodálkozzatok, mert amint az atya feltámasztja a halottakat, és megeleveníti, úgy a fiú is, akiket akar, megelevenít ki a fiú? A fiú természetesen a szó, aki köztünk járt, hiszen a szó az, aki megeleveníti az embert az által, hogy, hogy az ember megérti a ruak a Szentlélek segítségével úgy él, és így a második halál nem fog rajta. Erről beszél a megelevenítés. A halottak feltámasztása pedig magára, az északi királyságra utal. És azokat is előszorítja, amelyek nincsenek. Kik ezek, amelyek nincsenek? Ezeket megtudjuk Hósás 1.9.10-ből. És mondája, hú, a nevezdőt Loaminak, ami ugye nem népem, mert ti nem vagytok az én népem, és én, ne, én sem leszek a tiétek. Ez ugye az északi királyságra vonatkozik. Azonban mi történik? De mégis annyi lesz az Izrael fiainak száma, mint a tengerfövenye, amely meg nem mérettethetik és meg nem számláthatik, és lészen, hogy ahol az mondatott nékik, nem vagytok az én népem, ez mondatik nékik az élő Elohimnek fiai. Tehát ők azok, akire itt utal, amikor azt mondja, hogy amelyek nincsenek, és amelyek halottak, ez az északi királyság, aki nem más, mint Izrael népe, az Izrael fiai, akiket visszaszólít magához, és megeleveníti őket. Természetesen mindenki más, aki hajlandó azon az úton járni, ami az igazság útja, amit megtudtunk, az mind-mind részese lehet a... ennek a szövetségnek, ami ugye az Ábrahám szövetsége. Azonban ennek az a feltétele, hogy úgy élje. Tehát megelemenít mindenkit, aki hisz, akárcsak Ábrahámot, 18-as vers, aki reménység ellenére reménykedve hitte, ugye ez Ábrahám, annak ellenére, hogy reménytelen volt a helyzete, reménység ellenére, ennek ellenére reménykedett, ugye zsidókhoz 11, 1, ez a maga a hit, hogy sok népnek adjává lesz, hogy Elohim be, betölti majd az ő ígéretét, az szerint, mint megmondatott, ahogyan megígérte, így lészen a te magod. Ugye ez az ígéret, amiről szó volt. Tehát Ábrahám hit abban, amit a Teremtő ígért neki, és ez az, ami megigazította őt. 19. És hitében erős lévén nem gondolt az ő már elhalt testére, mint egy százesztendős lévén, sem sárának elhalt méhére. Annak ellenére, ahogy korábban megbeszéltük, hogy ez fizikálisan lehetetlen volt. Ennek ellenére ő hit, és 20. Elohimnek ígéretében sem kételkedett hitetlenséggel, hanem erős volt a hitben, dicsőséget adván Elohimnek, és teljesen elhitte, hogy amit ő ígért, meg is cselekedheti. Nagyszerűen összefoglalja az egészet. Hogy a hit először megérkezik, az ember elhiszi, hogyha így él, akkor részes a szövetségnek, és valóban a teremtő majd befogja teljesíteni azt, amit megígért. Azonban persze mi visszanézünk, és úgy vagyunk vele, hogy ó, oh, hát igen, nyilván Ábrahámnak lett a fia Izsák és Jákob. Azonban akkor ott Ábrahám nem tudhatta, hogy ez meg fog történni. Ennek ellenére elhitte, és ennek ellenére körülmetét mindenkit még ugyanazon a napon. Tehát nem volt elég az, hogy azt mondta, hogy jó, oké, akkor alig várom már, hogy megszülessen a gyerekem, hanem folyamatosan úgy élt, ahogyan a Teremtő azt, azt neki mondta. Ezért mondja azt, hogy nem kételkedett hitetlenséggel, hanem erős volt a hitben, hiszen úgy élt. Nem hátradőlt a székben és mondogatta, hanem megcselekedte azokat a dolgokat, amik az ő része volt annak ellenére, hogy ugye az ígéret fizikálisan lehetetlen volt már. 22. Azért is tulajdonítaték néki igazságú. Ez az igazsága. Az, hogy elhitte minden remény ellenére. 23, de nem csak ő érette íratott meg, hogy tulajdonítaték néki igazságul, ez nem csak rá vonatkozott, arra, hogy ha ő így él, akkor majd ő megigazol, és üdvözül, és életre kelti a teremtő, ugye a, a, az első halál után, és részese lehet a királyságnak, hanem mi érettünk is, hanem mindenki, aki az ő fia, aki Ábrahám fia, aki népek fia, aki szintén hisz, akiknek majd tulajdonítatik, azoknak tudnélik, akik hisznek abban, aki feltámasztotta Adonai ha Hamásiákot a halából, aki ugye a teremtő, az Jehua az, aki feltámasztotta a megváltót, ki a mi bűneinkért halára adatott és feltámasztatott a mi megigazulásunkért. El kell hinnie az embernek azt, hogy ez megtörtént, hogy a teremtő beváltja az ígéretét, hogy ő úgy cselekszik, ahogyan az le van írva a könyvben. Onnantól kezdve az ember szívébe beköltözik a ruak, hakodás, a szentlélek, és az vezeti majd ezen az úton, elhiszi az összes dolgot, ami le van írva, és átalakítja az életét, és a cselekedeteiben fog kiteljesedni az ő hite, ahogyan Ábrahámnak is. És amennyiben mi Ábrahám gyermekei vagyunk, nekünk ugyanúgy kellene élnünk, ahogy neki. Tehát Saul nem arról beszél, hogy a körülmetélés, vagy a körülmetéletlenség fontos. Arról beszél, hogy a hit a fontos. Azután az ember úgy is elér, eljut arra a szintre, hogy megérti, hogy mi a teendője, és mi a szövetség, mi az, amit neki tennie kell ahhoz, hogy majd valóban megelevenedjen. Ezt nagyszerűen foglalja össze apostolok 10-es fejezet 42-es verstől így szó, és megparancsolta nékünk, hogy hirdessük a népnek, és tegyünk bizonyságot, hogy ő Elohimtől rendelt bírája élőknek és holtaknak. Ez ugye a Hussach a a megváltó. És euh, 43. Erről a prób, hogy őt hirdessék, és ne csak hogy hirdesik, hanem a tetteit is továbbadják. Azt, hogy ő valóban úgy élt, ahogyan, ahogyan az meg volt írva, hiszen ő proféciát töltött be azzal, amit csinált, hiszen ez a nép, aki ekkor Jeruzsálemben élt, várt egy megváltót. Ők tudták, hogy el fog jönni a felkent az, aki majd egyesíti a két házat, ugye ez Ezekiel 30, 8, azt hiszem a, a száraz csontok völgye dolog vagy ott körül. És ők várták ezt az embert, aki egyesíti a két házat, aki a pogányokat, az északi királyságot, aki pogányként ért, akitől elváltja Hu, akit visszavezeti őket a szövetségbe, azt a megváltót várták. Ezért kérdezték ki a Jánost, hogy, hogy te vagy az a proféta, aki, aki küldetett. Ezért kérdezték a megváltót is, hogy, hogy mi mutasson egy jelet, hogy valóban ő az. Ők tudták, hogy ez el fog jönni, aki egyesíti a két, a két királyságot, és visszaállítja Jákob házát, és uralkodni fog örökké. Csak azt nem tudták, hogy ez nem akkor lesz, hanem majd most, ami hamarosan bekövetkezik. Az akkori eljövetel az arról szólt, hogy megmutassa mindenkinek, hogy hogyan kell élni, aki a szövetség része akar lenni. Ezt kellett nekik hirdetni. De egy erről a proféták mind bizonyságot tesznek. Erről ezt mondtam, hogy erről szól az egész könyv, hogy el fog jönni az, aki megmutatja nem csak nekik, hanem az egész emberiségnek, hogy hogyan lehet részes ennek a szövetségnek. De elsősorban egyesíti Izraelt, és visszaállítja a királyságot. Hogy bűneinek bocsánatját veszi az ő neve által mindenki, aki hiszen ő benne. Ahogyan a Saul végig mondja. A, az apostolok is erről beszélnek, hogy a bűnök bocsánat, az igazolást az a hit hozza meg, azonban utána természetesen cselekedetek követik azt. 44. Mikor még szól a. Kefa, Péter, az I ez igéket leszáll a Ruach Hakodes, a Szentlélek mindazokra, akik hallgatják vele e beszédet. És elámélkodának a zsidóságból a jehudimok való hívek, mindazok, akik Péterrel együtt mentek, hogy a pogányokra is kitöltetett a Szentlélek ajándéka. Ez az, ami megigazítja az ember. Hisz megkapja a Szentlélek ajándékát, kutatja, hogy mit kell tennie, és úgy él. Így teljesedik ki a hite. Ez az, amit Saul szeretett volna átadni azoknak az embereknek, és mindazoknak, akik olvassák az ő levelét, és esetleg azt gondolják, hogy ez felülírja a teremtő atya szavát, és a megváltó szavát, és bizonyságtételét. Azonban félreérti a legtöbb ember, mikor azt gondolja, hogy ő a törvények ellen beszél csak egész egyszerűen másképp fogalmazott, és olyan kifejezéseket használt, amelyeket nekünk meg kell keresnünk abban a tanákban, az úgynevezett ószövetségben, amit a legtöbben már nem hajlandók előven. Úgyhogy remélem, hogy hasznosnak találtátok, folytatjuk a későbbiekben minden jót, és halleluja! Még annyit hozzátennék, hogy a Google Plus-on is megtalálhatjátok az Infobubble csatornát, mind a kettőt, ahol extra tartalmakat helyezek el, és akit érdekel, átböngészhetitek ezeket is. Kövessétek mind a kettőt. Amennyiben tetszett a videó, kérlek kattintsatok a like gombra. Ha hasznosnak találtátok, osszátok meg ismerőseitekkel, és bármiféle hozzászólásatok, megjegyzésetek, javaslatotok van azt ide írhatjátok, valamint az elérhetőségeket megtaláljátok a leírás részben, ahol kapcsolatba léphettek velem, és még sok extra információt is találtok itt. Mindenkinek a legjobbakat, halleluja!